Kisgyerekkorom óta kutyákkal akartam foglalkozni, de annó még ilyen rendőrség, meg ilyen helyen lehetett kutyás munkát végezni, ez úgy annyira nem hívott. Aztán Budapesten már akkor is volt vakvezető kutya kiképzés, hú, az akkor nagyon-nagyon vonzott, de hát én itt Pécsen laktam, Budapest, meg nehéz is volt bekerülni, meg úgy nem volt meg az út erre, úgyhogy egy hatalmas kört írtam le, úgy gondolom, hogy végül is elkezdem a hivatásomat. 45 éves voltam, amikor a Bella kutyusomat így megvettem. Vagyis mondhatni ezt is, hogy megkaptam, mert meg akartam venni, hogy egy kislánynak segítsek már akkor, aki nagyon-nagyon félt a kutyáktól, méghozzá annyira félt a kutyáktól, hogy az utcára nem mert kimenni, mert hogy jöhet egy kutya. És akkor én mondtam, hogy akkor én vállalok egy labrador kölyköt, azzal biztos, hogy sok mindent el tudunk érni, hát segítsünk ennek a gyermeknek, és akkor erre föl azonnal kaptam azt a felajánlást, hogy akkor megkapom tőlük ajándékba, ahol én ezt a segítséget elkezdtem. Hát gyerekkoromban már egyszerűen így egy falkával sétáltam én mindig. Nekem, ha megláttam egy kutyát, akkor a kutyákkal kellett kapcsolódnom, és ott találtam meg azt a lelki békét, ők közöttük volt, találtam meg igazából én a megértést. Gondolom nem egyedül vagyok, így sok elhanyagolt gyerek van, még ha anyagilag minden jót is megadnak a szülők, de lelki szinten nem. Nekem is sok minden nehéz volt, magányosnak sokszor egyedül éreztem magam, és a kutyusok körében ez így feloldódott. És hát legszívesebben én mindig velük lettem volna. Ez a kislány, akinek így segítettünk első körben, neki fél év kellett egyébként ahhoz, hogy a szinte napi szintű kapcsolattal feloldódjon ez a félelme, de olyan szinten feloldódott a félelme, hogy utána már kutyaiskolába jött velem, idegen nagy kutyák közé, a mai napig lovagol, vidékre jár, ahol szintén bármilyen állattal tud találkozni, és ez már hírehamva sincs annak a szorongásnak. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy egyébként minden szülőnek és minden embernek a kutya kötelessége feloldani magában a félelmet, hogyha találkozik ilyen saját magában, vagy észreveszi, hogy a gyerekénél van. Páran már megkeresnek azzal, hogy fél a gyerek, szorong, nem mer kimenni az utcára szintén, sőt, vagány sportoló, tök ügyes, helyes fiatal, mit tudom én, 10 vagy 7 év körül is rác, de mivel ez a félelem ott van benne, ezért leblokkol és visszahúzódó lesz. Bizony nagyon sok kutyusnak meg a gazdája nem is jól irányítja, mert nem tudják, hogy hogyan kell, egyébként kötelezővé tenném a kutyaiskolát. Az Élethit Segítő Alapítvány innen is kapta a nevét, hogy a kutya az híd ember és ember között, úgyhogy akik velem haladnak az úton egy ideig, vagy akár sokáig, azok ezen a hídon haladnak. Aztán lehet, hogy az utak így elválnak egymástól, és mindenki másfelé megy, vagy valakivel tovább haladunk ezen a hídon, viszont a kutya az híd ember és ember között, tehát tud segíteni a kommunikáció fejlesztésében, a fogyatékossággal élők körében. Kutyaterápiás foglalkozásokat több területen lehet alkalmazni. Járunk óvodákban, iskolákba is. Minden esetben pedagógusok, gyógypedagógusok vezénylik a foglalkozást. Én pedig a kutyusokra figyelek, őket instruálom, és nyilván némi érzékkel be is kapcsolódok természetesen a foglalkozásba, úgyhogy ez mindenkinek hozzájárulás legyen. Nagyon sok pozitív eredmény van. Azokhoz a gyerekekhez, akikhez rendszeresen járunk, ott már egy olyan jó kis közösség alakul ki, és figyelik a kutyust, már tudják azt, hogy melyik feladatból mi jön, sokkal magabiztosabban állnak a kutyához. Sőt, hát azt nagyon szépnek találom és csodálatosnak, amikor mondjuk van egy szorongó vagy félős gyermek ott a csoportban, és akkor látja, hogy a többi gyerek túlélte a foglalkozást, és hogy milyen jól is érzik magukat, és akkor a végén már ők is oda mennek, és megsimogatják a kutyust.
vagy esetleg jutalomfalatot is adnak nekik. Tehát az egész környezetnek, ahol a kutyák így részt vesznek, sokkal oldottabb a hangulat, tehát eleve összehozza az embereket. És arra szeretnék biztatni mindenkit, akinek kis kutyája van, vagy fiatal kutyusa van, hogy kezdjenek el kutyaiskolába járni, keressenek már olyan szervezeteket a környékükön, ahol akár már úgy tudják őket kiskortól fölkészíteni, hogy terápiás kutyusokká váljanak, mert ez be fog robbanni, ezt érzem. Minél több terápiás kutyát és felvezetőt kívánok így magunknak és a szervezeteknek. Egy felelős kutyatartást már gyerekkorban kezdjük el oktatni, de nyilván a szülő a minta, tehát a legjobb ezeket az előadásokat, ha szülőkkel együtt hallgatja a gyerek. Akár rendezvényeket lehetne erre csinálni igazából. Ez is most így eszembe jutott, hogy egy nyílt napot jöjjenek el, igen, adjunk itt a kezükbe, itt mindig van, összeszedem, de azért mindig lehet találni egy-két kutyagumit, hogy adjuk a kezükbe a kutya zacsit, és hogy szedjék fel, nézzék meg azt, hogy lássák a különbséget, hogy egy jól nevelt kutyaval milyen könnyű az élet valójában. Bárhova el lehet vele menni, bármit meg lehet tenni, mert tudnak viselkedni. Emberrel is. Hát igen, egy jól nevelt emberrel is, igen, igen. Hát a kutyák a feltétel nélküli szeretetet tanítják szerintem az embereknek, de azt is tanítják, hogy igenis szükségük van határokra és korlátokra, szabályokra, ami a gyereknevelésben is nagyon fontos, tehát a gyerekeknek is. Egy bizonyos korig gyerekkutya, egy kutya, nyilván nem, tehát nem úgy értem, hogy azonosak, de ugyanúgy szükségük van a határokra, a szabályokra, azban érzik magukat biztonságnak, és akkor lehet velük jól együttműködni, ha ezeket megadjuk nekik. Tehát nem haverra van szüksége a kutyának, mint ahogy a gyereknek se a szülő személyében, azt gondolom, hanem vezetőre vagy irányítóra, akibe bízhat, akit merhet követni. A kutyák között kétféle van, vagy vezet, vagy követ. Nyilván, ha egy kutya vezet, akkor abban nem mindig szerencsés. Nyilván vannak olyan helyzetek is, amikor jó, ha önálló egy kutyus, de akkor is meg kell lennie a vezetőnek, akit a kutya követ.